Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes kis programot szeretnék bemutatni a Flatpak csomagok kezelésére. Tudom, hogy nem ez az első olyan rövidke kis videó, ami Flatpak csomagok kezelése, tisztítása, felrakása, szabályozása, beállítása témakörben történt meg, de én úgy gondolom, hogy ez egy picit másokat is tud, mint az előzőekben bemutatott. Nekem az lenne az ideális, meg szerintem mindenkinek, hogyha ezek a kezelőcsomagok, ezek a kezelő kis programocskák egybe kerülnének, összekerülnének egy rendszerbe, egy megoldásba, és nem kéne 4-5-6 ilyen kis programot használni. Gyakorlatilag valóban igaz, hogy kis program, mert nagyon picikék ezek, nagyon jól működnek, nagyon kényelmesek, és igazából érdemes őket használni. Na hát, miről is beszélünk? A raktárházról. Ez egy érdekes program, nemrég találtam rá, olvastam róla egy cikket, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom, teljesen meg vagyok vele elégedve, mert olyan kis extra kis dolgokat tud, ami igazából nem váltja meg a világot. Igazából nem újdonság a csomagkezelésbe, de legalább tudja, és kényelmesen tudja. Az, hogy a sok kis programot folyamatosan így bemutatok, mert amit kipróbálok és megtetszik, azt használom, szeretem bemutatni, és amikor már úgy érzem, hogy vannak olyan programok, amik a régebben bemutatott, kipróbált programokat túllépik, vagy ugyanazt tudják egy helyen, akkor a régieket kikukázom. Letisztítom a rendszerről, és utána már csak a frisseket használom. Nagyon-nagyon esélyes az, hogy ezt a raktárházat bizony én használni fogom legalábbis egy ideig, legalábbis a mostani gondolataim szerint. Oké, ennyit a dicséretről, nézzük is meg micsoda. Természetesen felmegyünk a FlatHub-ra, és telepítjük, értelemszerűen onnan is tudod telepíteni. Érdemes, legalábbis az én véleményem szerint, hogyha ilyen programot használunk, azt a protokollt követni, hogy először felmegyünk a FlatHub-ra, elolvassuk, ami oda van írva. Megnézegetjük, hogy mi a véleménye más embernek, hogyha éppen van ilyen lehetőség, megnézegetjük a képeket, aztán a leírásban biztos ott lesz, vagy a GitHub, GitLab, vagy saját honlap oldal, és akkor oda navigálunk, és elolvasgatjuk azt, hogy ő mit ír le magáról, és utána, hogyha megtetszik, telepítjük. Én úgy gondolom, hogy ezt a programot mindenképp érdemes telepíteni, azaz telepítjük, és utána el fogjuk indítani. Indítás után megkapjuk azt a listát, amit már ismerünk, hiszen a legtöbb program, ami Flatpak csomagokkal foglalkozik, rögtön kilistázza nekünk azt, hogy mi van feltelepítve. Oké, ez igazából egy alapfunkció. Az alapfunkció annyi, hogy tudunk frissíteni, keresni a listába, illetve szűréseket megtenni. Applikációk jelenjenek meg, futtatókörnyezetek jelenjenek meg. Hát igazából kérdés az, hogy a futtatókörnyezethez, mint egy egyszerű Linux felhasználó hozzá akarok-e nyúlni, vagy nem, hát ezt te döntöd el. Nagyon-nagyon el nem mélyedek ebbe a programba, én a futtatókörnyezetet nem fogom bekapcsolni, csak az applikációk, tehát a felhasználói programokat szeretném a listában megjelenítetni, de hogyha valamelyik felhasználói programnak a futtatókörnyezetét meg szeretném nézni, akkor abból a kis program részből, abból a kis címkéből át tudok lépni természetesen a futtatókörnyezet megnézéséhez, hogyha esetleg hiba kereséshez az kell, illetve meg tudod tenni azt, hogy a futtatókörnyezetet, illetve meg tudod tenni azt, hogy a futtatókörnyezet szerint szűrni tudod az applikációkat, a felhasználói programokat. Ez igazából már egy haladó dolog, de hogyha esetleg te használsz KDE-t, Gnome-os, egyéb futtató környezetet a Flatpak-ekhez, és valami problémát látsz a Gnome-nál, a Gnome-os futtató környezethez tartozó programoknál, vagy a KDE-s programoknál, vagy egyébnél, akkor le tudod szűrni, vagy verzió szerint is, ahogy itt lehet látni, verzió szerint is le tudod szűrni. Már egy régebbi videóban volt róla szó, hogy előfordulhat az, hogy verziók ütköznek, verziók nem jók, elavultak a futtató környezetnél, annak a javításáról, a rendbehozataláról volt régebben szó, de hogyha esetleg egy régebbi futtató környezetet szeretnél megnézni, hogy esetleg ahhoz tartozik-e még egy-egy program, és esetleg azt már el lehetne távolítani, akkor itt meg tudod keresni, és ki tudod választani azt a régebbi környezetet, amit esetleg már nem szeretnél használni, bejelölöd, és a hozzátartozó programokat kérja. Nyilvánvalóan
ez nagyon kényelmes dolog. Ezzel jelen pillanatban nem szeretnék foglalkozni. Miért? Nyilván nem ilyen mélységben szeretnék én ezzel foglalkozni, nem szeretek hozzányúlni olyasmihez, amihez 101%-ig nem értek. Itt már rögves látod azt, hogy kiírja, hogy az OSB Studio, amit én aktívan használok felvételre, bizony a futtató környezete elavult. Ezt múltkor is észleltük, majd nyilvánvalóan az OBS frissítésekkel meg fog érkezni az az OBS Studio verzió, ami az újabb környezetben is rendesen fog dolgozni. Oké, ennyi. Mit lehet itt tenni? No hát itt az első lépés az, amit sokan nem szoktak megtenni. Én azonnal és rögves rá fogok bökni az információs dologra. Nem nagy dolog, de érdemes ezt az információs dolgot megnézni. Igazából kírja az információt, ezzel igazán nem mondtam meg én egy újdonságot, igaz? De! Most jön a de! Azért érdemes ezt az információs kis lehetőséget megnézni, nem azért, mert felsorolja, az értelemszerűen nem egy izgalmatos dolog, de az adott értékeket, azokat az információs értékeket ki is tudod másolni. Vágólapra fogja másolni a pontos értékeket, hogy milyen verziót használsz, mi a hivatkozás, mi a leírás. Persze a leírás nem annyira érdekes, de a pontos adatokat le tudod te szépen kérni és bemásolni a vágólapra, és hogyha valaki segítséget ad neked, akkor a pontos dolgokat szépen el tudod neki küldeni, illetve meg tudod nézni az adott mappákat, azokat a mappákat, amikbe éppen ő valamit írogatott. Ez egy nagyon kényelmes dolog, esetlegesen pontosítás, áttérás, szabályozás téren, ott a konfigurációs vagy adatok mappába bele tudsz nyúlni, bele tudsz nézni. Nagyon hasznos dolog ez a kis söprő. Lehet látni, hogy van user adat, tehát van felhasználói adat. Nyilvánvalóan egy program használ adatokat róla, te megadtál neki adatokat, elérési utat, egyebet, vagy éppen egy adatbázist hoz létre. Például egyik beszélgetésben, meg régebben be is mutattam, a Kozi nevű hangoskönyvkezelő dolgot bemutattam, az egy adatbázist a hangoskönyvekről létrehoz. Természetesen, na hát ezeket az adatokat, ezeknek az adatoknak a nagy részét rögvest el tudod távolítani, méghozzá erre kattintva felhasználói adatok kukázása, és rányomsz, hát van egy lehetőség, hogy mégse, illetve az adatok kukázása. Arra azért figyelj, hogyha olyan adatot tüntetsz el, ami fontos, tehát egy nagyobb adatbázis van akármilyen téren, vagy beállítások vannak akármilyen téren, akkor azok el fognak tűnni, tehát a felhasználói beállítások eltűnhetnek teljesen. Emlegettem a felhasználói környezetet az előbbiekben, hogy valahol, tehát itt pontosan oda tudsz ugorni, ő elmondja, hogy a futtatási környezet az a FreeDesktop platform, és ha ráböksz az ére, akkor oda jutsz ahhoz a Flatpak csomag beállításhoz, ahhoz a lehetőséghez, amit ő éppen használ, tehát így el-vissza tudsz ugrálgatni, kényelmes. Oké, következő lehetőség az, mondjuk az Audio City-nél lépjünk bele ebbe a három darab kis pontba, másol, hát be tudod, névmásolása, azonosító hivatkozás másolása, indító parancs másolása, kényelmessé teszi. Általában a Flatpak csomagok beépülnek a menübe, de terminálba például az adott Audio City-t nem úgy indítom, hogy Audio City, hanem van egy Flatpak, akármi, hosszabb indítási parancs, azt természetesen fejből az ember általában nem tudja, ezt vagy úgy tudja összeszedni, hogy felmegy a FlatHub oldalra, és ott az futtatási parancs című részben megnézi, hogy mi a pontos parancs, vagy innét ki tudjuk nyerni. Tehát ilyesmit oda tudunk másolgatni. Megnyitás, el tudod indítani. Igazából nem ebből szoktuk indítani, tesztelési szempontból indítani kényelmes, eltávolítás, nyilvánvalóan más program is tudja az eltávolítást, a Linux Mintnek és egyéb fejlett disztribúciónak az az előnye, hogy a csomagkezelési rendszerbe, grafikus csomagkezelési rendszerbe, ott van a flat csomagok kezelése is, annál kényelmesebb eltávolítani, de hogyha csak a listát lehívod, és esetlegesen úgy döntesz, hogy eltávolítasz egy-két programot, itt helyben is meg tudod tenni. Adatmappa megnyitása nyilván az előbb látható módon is,
tehát a kis i betű alatt is, információs fül alatt is meg tudtuk nyitani az adatmappát, és bizony az adatmappát itt is megnyitjuk. Rákattintunk, itt a felhasználói adatok kukázása is megtörténhet. Tehát elég jól összeszedett dolog, információs résznél is el tudod tüntetni a felesleges adathalmazodat, el tudod érni az adatmappát, amiben a programocska van, és innéd is el tudod érni. Tehát mindent el tudsz érni több helyről. Alapvetően idáig nem volt olyan dolog, amit igazából azt mondanák, hogy hú, ez aztán iszonyat jó dolog, és el se tudok képzelni olyat, hogy ennélkül éljek. Ezeket itt-ott megtaláljuk. De kettő olyan dolog van, amelyiket én szeretném megmutatni, illetve szeretnék rámutatni, hogy ezek ebbe bent vannak, és egy kicsit kiterjesztik ennek a rendszernek a lehetőségeit. Máshol, máshogy is megoldható, természetesen, de nekem nagyon megtetszett, hogy ez a program grafikusan megoldja ezeket a kérdéseket. Kettő olyan egy dolog van, amit mindenképp tudni kell. Az egyik dolog az, hogy a Flatpak mindig a legfrissebb csomagot fogja neked telepíteni, illetve a Flatpak frissítésnél mindig a legfrissebb csomagra fel fog frissülni. Azaz mindig a legfrissebbet kapod. Ez igazából a másik, amit tudni kell, olyan program nincs, amiben nem lenne hiba. Frissítésnél előfordul az, hogy van bent hiba, vagy jobban tetszik a régebbi dolog. Én ki tudom kapcsolni mondjuk a Debian rendszerben a Deb csomagkezelési rendszerben, a Debian csomagkezelési rendszerben, az abba, hogy valami frissüljön. Beírom egy megfelelő helyre, aztán nem fog frissülni, vissza fogom tartani. Az nagyon egyszerű, de a flat csomagoknál ez nem ilyen egyszerű, tehát nincs egy olyan adatbázis, amit te olyan kényelmesen, mint a Debiannál egyébnél tudsz szerkeszteni a saját csomagkezelésnél, nincs ilyen. Na hát itt beixeled, bepipálod, hogy bizony a frissítéseket nem szeretnéd megkapni, mert esetleg azt olvastad, hogy ez nem annyira jó, és esetlegesen nem akarsz frissíteni, vagy egyszerűen csak azt mondod, hogy ez a verzió neked nagyon-nagyon bejött, és ezzel fogsz dolgozni, nem teszed ki magadat annak, hogy esetleg egy frissebb verzióban máshol van valami, vagy éppen probléma lehet egy termelési folyamatban. Oké, ki tudod kapcsolni? Nyilván az Audacity nem ilyen, de esetlegesen egy videóvágó programom, az talán jó lenne, hogyha nem változnának meg benne a dolgok folyamatosan egy projekt közepén. Oké, tehát a frissítéseket ki tudod kapcsolni, nyilvánvalóan rá fog kérdezni, hogy bizony szeretnéd ezt kikapcsolni, mégse, akkor nem, és a frissítések kikapcsolása nyilván nem fogok rábökni, hiszen az Audacity frissítéseivel nem volt probléma. Oké, mehetünk tovább, ami érdekes dolog, az előzőnek egy tovább léptetett gondolata, van egy frissítés, nem tetszik, akármi miatt nem tetszik, általában működnek, általában jobbak, de neked nem kell. Azt mondod, hogy te a régebbit akarod. Na hát a Flatpaknél ez a régebbi takarom című műsor nem olyan egyszerű, megoldható, természetesen megoldható terminálban is, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen visszaléptetés, visszalépés a verziószámokba, visszafejlesztés, az, ahogy itt hívják visszafejlesztésnek, az azért grafikus programnál kényelmesebben elérhető, nem kell gépelni, nem kell kiválogatni, úgy értem, hogy beírogatni azokat a dolgokat, amiket be kell, rákattintunk a visszafejlesztésre. A visszafejlesztés, ez nem mindegyik programnál működik, illetve hozzá kell tennem, a grafikus felületen nem mindegyik programnál működik, de természetesen terminálban van erre lehetőség, esetleg, hogyha éppen olyan a helyzet, a visszafejlesztés. Ez azt jelenti, hogy egy régebbi verzióra, régebbi állapotra vissza tudod állítani a gépedben lévő programot. Erre akkor van szükség, hogyha az esetlegesen újabb, de esetlegesen rosszabb programverzióról vissza szeretnél léptetni. Természetesen éppen belefutottam abba, hogy ebbe éppen nincs. Gyakorlatilag ide kilistázza azokat a verziókat, azokat a lehetőségeket, amelyeket be tudsz x-elni, illetve hogyha van ilyen, be-x-eled, és akkor a visszafejlesztésre fogsz kattintani, és hagyod bekapcsolva a frissítés kikapcsolását. Azaz van ilyen lehetőség is, lépjünk is tovább. A következő gondolat, amit érdemes tudni, hogy ez a nyilacska nem csak lelistázza a dolgokat, illetve nem arra való, én először azt hittem, a kiválasztási mód váltása
Kétfajta kiválasztási mód van, ez az egyedi, tehát egy-egy darab programmal tudsz te dolgozni, a másik pedig az, hogy beixelt, hogy melyik programokat szeretnéd használni, melyik programokkal szeretnél te valamilyen műveletet elvégezni. Gyakorlatilag az összeset kiválaszthatod, vagy egyesével bepipálhatod azt, amelyikkel dolgozni szeretnél. Eltávolításnál, illetve a tisztításnál van nagy lehetőség ebben. Összes eltávolítandó programot bepipálod, akkor csak a kukára böksz, és akkor megkérdezi, hogy a felhasználói adataidat szeretnéd-e megtartani, vagy mindegyiket, az összeset kikukázni, tehát nem csak a programot, hanem a felhasználói állományokat is eltávolítja. Hát természetesen én a mélységre bökök, hiszen nem szeretném eltávolítani. A következő lehetőség a beállítások fájlból való telepítés. Nyilvánvalóan, hogyha letöltesz egy Flatpak parancsfájt, akkor abból is tudsz telepíteni. Én igazából ezt nem használtam. Maradék adatok kezelése, ráböksz a maradék adatok kezelése, ő neki van egy kis maradék adata, azt el fogjuk távolítani, bepipálom, telepítés, kuka, hát kuka lesz, mert arra nekem nincs szükségem, ezt már eltávolítottam, és folytatás, és utána már a kis át 3,3 mega adat is eltűnt. Hogyha visszaszerettem volna a Clementint Flatpakbe csomagolva telepíteni, akkor ott megtehettem volna a tárolók kezelése. Hozzá tudsz adni tárolókat a plusz jel megbökésével, válaszd ki azokat a tárolókat, amiket te szeretnél használni. Én azt mondom, hogy vagy a gyári tárolókat kell használni, amiket felsorol, mindjárt megmutatom, vagy pedig egyedi tároló hozzáadása, itt az URL-t meg lehet adni. Én azt szoktam mondani, hogy a gyári tárolókat érdemes használni. Melyek ezek a gyári tárolók? Hát nyilvánvalóan, amikor telepítetted a Flat rendszert, vagy a rendszer telepítette a Flatpak rendszert, akkor természetesen a Flat Hubot hozzáadta az elsőt. Az elsőt, illetve ezek közül tudsz te választani, ezeket te pluszba hozzá tudod adni, AppCenter, a Fedoráé, meg egyéb például a beta verziók telepítésére a Flat Hubról, van itt lehetőség. Nyilvánvalóan, amikor telepíted, akkor megkérdezi, hogy csak magadnak szeretnéd ezt a tárolót, nem programot, tárolót telepíteni, vagy az egész rendszernek, nézzük is meg a WebKit-nek a telepítési, Flat Hub telepítési tárolóját, megkérdezi azt, hogy felhasználó, vagy rendszer szinten telepítenéd. Ha rendszer szinten telepíted, bekéri, ha saját magadnak felhasználónak telepíted ezt a tárolót, akkor nem kéri be a rendszergazdai jelszót, én a mélységre bökök, hiszen megfelelő tárolókat telepítettem. Logikusan ide bökve megkapod a Flat Hub-nak az elérési címét bemásolva, illetve, hogyha el akarod távolítani, nem akarom most eltávolítani, a kukára böksz, akkor azt a tárolót eltávolítja. Ennyire egyszerű a dolog. Van pár billentyű parancs, amit én nem használok, hiszen egerészve gyorsan megtalálom, illetve hát a leírása, hogy is mondjam, weboldal, támogatási kérdések, hiba jelentések, egyéb ilyen dolgok. Oda tudsz ugorni, ennyi, gyakorlatilag a névjegyet meg tudod nyitni. Körülbelül ennyi volt, amit erről a programocskáról tudni érdemes, véleményem szerint gyakorlatilag nagyon hasznosnak tartom. Kérdés az, hogy a későbbiekben mennyire tudom használni, mennyire lesz jó nekem, illetve maradok-e a terminálos megoldásoknál, de jelen pillanatban nagyon tetszik, ki fog derülni a későbbiekben, hogy marad-e. Kösz szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!